szemben foly a gin. Ezt ne felejtsd el, és az se, hogy nekünk még beszélnünk kell. Vendetta lesz. Jó, benne vagyok. Bármikor, bárhol. Abrakadabra, dősz a kardba, itt mindenki a real deal sikerét akarja. Próbálom ezt az ellenségeim felé is kimutatni, hogy én ezt nem háborúként fogom fel. Te meg én egy az egybe bármikor verébe arcuk. Nem? Mit csinál? Lerajzol. Paja G-hez megyünk éppen látogatóba, ide a tököli börtönbe. B1 körlep, 107 zárka, mellettem a gyereket baszták az ágyba, mikor teljesen beoppolt az erejét bevágta. Lenyugtatózták és vitték a fogtára, ahol a sötétség vár, és jó meg is vernek az őrök, akik rajtad nagyot nevetnek. Paja G a Wanted rap bandának az egyik oszlopos tagja. Ti meg golyókat kaptok a fejetekbe, ez a Wanted a neved. A banda másik tagja, Paja elválaszthatatlan társa, Razó. A kurva zsárnyákok mindig betámadtak, a házat szétszették, lopásról bezártak. Mindegyik pusztuljon, főleg a Tarjáni, az összes oszlopot szét fogom alászni. Laktunk vidéken is, Salgó-Tarjánba, aztán jöttünk fel ide, és a Kőbányán igazából. Itt találtuk meg magunkat. Itt kialakítottuk a kis körünket. A Paját már 8 éves korom óta ismerem kb. Végkísért az életemet, mindig ott voltunk egymás mellett, bármi volt. Olyan neked, vannak olyan emberek, akik az életedben, akik már sose, lehet, hogy távolabb vagytok most, de sose lesz az, hogy idegenek lesztek egymásnak, tudod? Ez a Wanted, ez annyira ettől is stabil ez a dolog, hogy mi mindig is így egymás mellett voltunk, hogy a testvérek lennénk. Hiányzó. Ja. Néha belegondolok, nehéz ki, nagyon. Jó. Nem baj, együtt könnyebb lesz. Nem törnek meg. Őt várom, mert mi ketten vagyunk egészek igazából. Razó. Lőhettek rám, meg is szurkálhattok. Sokan tartoznak már, de mindent behajtok. Ez a Wanted, tudod, egy összetartó csapat, ami szétválasztott egyedül az arácsok a falak. Anyadszor egyszer? Most negyedszer, ötödszörre már nem akarok hazudni. Ja. Már újat nem mutat, tudod. Már nem, nincs az a visszatartó erő. Már 9 évesen vittek intézetbe talán. Már akkor már loptam meg. Ilyesmi. Ja. Azt úgy folyamatosan onnan szökésbe voltam, kerestek, azt úgy éltem. Mi az élet és a pénz a lényeg? Az örökös ellenségek mindig a kékek. Ők a vadászok, mi meg a vérem. Ha egyszerre kapnak, ketrecbe végzett. Köröztek minket, ez a Wanted név az onnan jött. Hogy kezdődött a ti gengszterkedő életetek, vagy hát ilyen? Hát most ez a gengszter, vagy csibész, ez is egy olyan. Én abból csinálom a pénzt, amiből bírom. Egyszerűen a munka az valahogy, nem tudom, nem fogott meg. Mi az élet és a pénz a lényeg? Az örökös ellenségek mindig a kékek. Ők a vadászok, mi meg a vérem. Ha egyszerre kapnak, ketrecbe végzett. Rűnőzni kell, ennyi. Ahhoz, hogy megél, mert szerintem elmegyek valahol dolgozni, éhen halok. Ennyi, én ezt látom. Betörtem, lopkodtam, rablás, minden van. Amiből van pénz. Zsarolás miatt ültem végül is. Meg kábítószer visszaélés, meg ilyesmi volt nekem. Ennyi. Erről a témáról ennyi, mert az a biztos. Ami a papíron van, ami nincs, az nincs. Nem jó bent, mert kinek jó bent? Hát a hülyének szerintem csak. De ha nincs más, akkor ez van. Mi a véleménytek egy-két előadóról, például MRV, Gotti, Razó? Gotti van, nagyon jó vagyok. A többi előadóról nincsen véleményem, megmondom őszintén, hogy szintalapiak, nem mozdák azt, amit kellene, erőködésnek tűnik, folyamatosan marogatnak, folyamatosan az én hátamon akarnak felkúszni. Igazából nem hallottam még egyiktől sem épkézzárt tracket.
és jelenleg nekik van a legélesebb konfliktusuk Mr. Basztával. Felteszek én mindent, hogy legyőzelek, te féreg, miért nem teszed fel a kezed, mert nincsen neked véred. Ez a konfliktus tavaly márciusban odáig eszkalálódott, hogy Paja elment Mr. Baszt egyik dedikálására, hogy ott élőben rendezzék a konfliktust. Azóta, hogy ez az incidens megtörtént, a Vantide azzal vádolja Mr. Basztát, hogy részben az ő mószerolásának köszönhető, hogy Pajának be kellett vonulnia a börtönbe. Egy kreált dologból indult ez az egész, az első is egy kreált dolog volt, nem volt valóság alapja, nevetséges az egész. Ő kezdte az egészet, kóstolgatott minket, aztán rájött arra, hogy ez nem a funkadeli féle dolog. Mind rágtatok be először? Hát egy műsorban így mondta ránk, hogy kamuk vagyunk. Rádiós műsor, ugye? Nem mozdák azt, amit kellene. Erőlködésnek tűnik. Engem itt idegesített fel a dolog, hogy még én nem szóltam egy rossz szót, se ő engem lealacsonyított. Hát ki ő? Senki. Hát ők pont egy olyan csapat egyébként, akik öt bífet írtak nekem, öt úgynevezett bífet. Folyamatosan fenyegetések, ez lesz, az lesz, amaz lesz. A színpadon csibész az utcán, meg senki nem a mikrofon mögött kell Jet Linek lenni. Tűzben edzett az mindig bátor, én meg nem vagyok Rocky, is a Terminátor. Mégis csapatokkal fenyegetsz meg, én megtöltöm a tárat és hetetettem. Ezeket mind olyanoktól kapom, akik egyébként maguktól nem tudnak érvényesülni, és mindenáll rajtam keresztül akarnak. Ezek mi a mechanizmusa? Hát az a mechanizmusa, ugye van egy nézett előadó, van egy senki, XY valaki, és folyamatosan írja neked ezeket az úgynevezett beef notákat, ami az ilyen műfői sajátosság. Gyere, gyere, indulhat a menet, nem hívok és ekkit beléd verem a tiszteletet. Tudom, te vagy csak hiteles, téged mindenki csak máshol. Egy országot baszol meg, a kutyám leszel mártól. Erre ugye elvileg disz notának kérem, hogy szülessen, már hogyha válaszolsz rá. De zsoppa baja, honnan lesz meg akaja? Kirabolok egy öreg asszony, te nevem gangsta! Én azt gondolom, hogy a rap az kicsit olyan a zenében, mint a sportban, a küzdősport. Tehát ez egy ilyen ökölvívásszerű dolog, ahol van mindig egy aktuális bajnok vagy bajnokok, és akkor mindig érkezik valaki új, friss, aki úgy próbálja megvetni a lábát, hogy beleköt abba, aki éppen ott van. És elmondják, hogy ők a hitelesek, nem te. Ez nem a Mister, nem az RTM, ez a baj a G-ban, ez az életem. Ez a rap, ez a G, ez a jó, itt nincsen közöttünk felszopó, mi van ma? Mert a saját nótáikkal akármit adnak ki, nem tudnak eljutni x-ezes látogatottságon túl, amit akkor is elérek, hogyha ráfingok egyet egy mikrofonba. Már nem érzem versenytársnak. Hiába nem a számokat nézem, hanem amit mond az ember. Azt nézem, és így nem érzem annak. Engem nem érdekel, hanyan nézik, vagy engem hanyan néznek, majd fognak többen is. Az első bífetünkkor felraktuk, és akkor ő ma akkor feladta ezt az egészet. Könyörgött, hogy szedjük le. Ezeket a beatdalokat azért én írom meg a legjobban. Babi kutyák, négy, nagy gangsterek. Dibiri, dibiri, hibiri. Addig jó, míg nem lesz beef, nem lesz dísz. Mert addig jó, míg a szátokra nem fagyod a cheese. Iciri, piciri, gyík, mostantól víz. Most kihúzom a nyelvet, tehát nem lesz többet tíz. Repkednek a telefonok, repkednek a nevek. De van ki 5000-ért engedik ki majd a beled. Bármikor szét tudom úgy szedni zenéből, hogy egy hétig szanaszot szed megint. Folyamatosan ezen megy a vita, hogy ki a hiteles. Ez nem vita. Te mondod, hogy vita. Nem hiteles, meg az vagyok, kész. Ezen nincs vita. Ők a hitelesek, mert ők nagyon kemények, meg fegyverek, meg kartok, meg mindent. Tehát ez nem tudom. Én engem ezt taszít ez a világ. Én ezt a világot belülről láttam sokáig. Engem ezt taszít, én ebből kinőttem, és nem szeretnék ebben részt venni, én a karrieremben szeretnék koncertelni. Hogyha elém állsz, akkor szétkapnak,
hogyha reptár vagy, akkor is szétkaplak. Hogyha velem baszol, akkor szétkaplak. Az életem baby, hogy szétkaplak. Rappelni tud az ember, ezzel nincs is gond igazából, csak annyi, hogy nem hiteles. Mert ez lenne a lényege a rapnek, hogy azt írjuk meg, meg azt mondjuk el, ami a szívből jön. Én azt mondom, amit látok, meg amit átélek. Szóval most ez nincs megjátszva, érted? Most én itt ülök, de már nem soká megyek ki, úgyhogy lesznek még dolgok, mert nem potyára jöttem be. Én a valóságot tolom, nem egy megjátszott szerep. Álgengszterek ide meg nem kellenek. Én attól jövök hiteles. Amikor a barátaim mögém állnak és azt mondják, hogy ezzel mi foglalkozunk, neked zenélet kell, te meg elmondod a mi életüket. Állj fel, baszd meg, a férfi vagy baszd meg, leszarom a brigádot, azt is csak baszd meg. Állj fel, te fasz, tovább nem tűrlek, baszd meg, hívd rám a yardokat, azokat is baszd meg. Hagyd mondjam el, miután ilyen 2010-11 környéken bejöttek bizonyos előadók ebbe a műfajba, akik ezt képviselik. Én azt mondtam akkor több ripolga is, hogy én innentől kezdve akkor nem akarok gangster rapper lenni. Tehát én csak hogy legyek rapper. Hát, aki most feltesz egy videót, hogy mutogat egy pisztolyt, az gangster rapper. Én nem akarok ilyen gagyi szintre menni. Miattuk. Ő azt állítja, hogy ő akkor ezt hagyjuk el, ezt a gangster rapper műfajt, ő csak egy rapper. Jó, akkor kérjen bocsánatot. Ennyi. Megbocsátanál neki? Hát figyelj, mindent el lehet felejteni. Letöröm a faszod, mint a kecskeméti vitéznek. Én vagyok a mérvadó, mert a többi az csak sodródik, meg a másiknak a faszán fellépését topzódik. 20-a van, itt lesz a Boston West Endben, most oda megyek hozzá, azt megmutatom, hogy én nem csak net gangster köcsök vagyok, hanem oda megyek, azt felállítom, egy az egyben legyen bármi.